hogy is kezdjem el, ami elmondhatatlan azt, hogy is mondjam el, amiért érdemes volt megszületni tán, meghalni sem nagyon nagy áldozat talán. Ki érti meg? Egy fiú és egy lány az első pillanatban játszanak csupán, de már az első csókban benne él a lány. A minden felemésztő oldhatatlan vágy, a szenvedély már jelenti magát éveket elvenni őt, tőlem már nem lehet arca közel. Ha végre rám talál, egyszer egy álom, nem engedem, hogy többé váljon, mint szóra elég, így a gyönyörű szél. Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket, köszöntelek benneteket itt a Royal Diamonds ékszerházban ma este ezen a különös alkalommal. Ő szívemből talszavált, látom kedves mosolyát. A fennállásunk óta ez a második olyan rendezvény, amit kifejezetten a jótékonyság jegyében álmodtunk meg. Ő egy újabb álom tüket áll. Útnak indítottunk egy különleges vázát a Zsolnai Porcelán Manufaktúrával, amely váza gyakorlatilag mint egy nemzeti ajándék lett elküldve, kiküldve a világszépség versenyre, hogy méltán reprezentálja Magyarországot, és méltán reprezentálja azt a csodálatos hölgyet, aki képviselte az országot. Miss Magyarország, Miss Európa és a Miss World világverseny második helyezete, nagy tapsot kérek Kulcsára Dinának. Köszönöm szépen! Én is nagyon sok szeretettel üdvözlök mindenkit ezen a mai estén. Igazából hárman találtuk és álmodtuk meg ezt az estét, hogy milyen ünnepélyes átadása lehetne ennek a gyönyörű vázának. Ugye a Zsolnai Porcelán Manufaktúrával, a Royal Diamonds tulajdonosával, Rónai Gáborral, és ugye jó magam. Imádom ezt a hölgyet, se királyi üzletet. Imádom, hogy az arany csillogása nem árnyékolta be a jó szívet. Nagyon jó érzés, hogy van arra lehetőségem, amit egyébként korábban álmaimban sem gondoltam volna, hogy egy ilyen nagy értékű és eszmei értékű, gyönyörű vázával tudok majd segíteni a gyerekeknek. Vannak olyan emberek, akiket érdekel még az, hogy jótékonysággal is felajánlják esetleg a pénzüket. Én azt hiszem, hogy nincs jobb hely momentán, mint a Hennypál Gyermekkórház. A test hízik, a lélek karcsú váza, ilyet bizony csak két helyen faragnak, a mennyben és a Zsolnai gyárban. Egy olyan berendezést fognak vásárolni be ebből az összegből, ami az onkológiai operációk után egy úgynevezett monitoring eszköz, ami figyeli a beteg gyermekeknek
a szívverését, figyeli a szervezet működését 24 órán keresztül a betegágy mellett, erre fogják használni ezt az összeget. I'm not living without you. I don't wanna be free. Itt vagyunk, nem máshol, nem egy ágyban éltető gépek között, az úri társaság ma díszbe öltözött. Még a költő is öltönyt öltött és rímbe pattog, mert szép az élet, s bárcsak ígéret, imádok élni, imádok élni, imádok nyári vagy télutói esten csillagokra és gyémántokra nézni. Nézzétek meg ezt a különleges divatbemutatót, amit a Budapest Couture hozott ide ma estére nekünk, és kifejezetten különleges báli ruhákat, a mostani időszaknak, szezonnak megfelelő exkluzív báli ruhákat figyelhetik meg, és a gyönyörű hozzátartozó ékszereket és kiegészítőket. Valahogy a nagy szerelmet máshogy képzelnék, keresed, hogy hol hibáztál, ez sem tartott hát örökké. Kiállítást, aztán 500, 600, 700, 800 ezer, 900 ezer, 1 millió forintos ajánlat is volt, és nem régen, néhány nappal ezelőtt egy 1 millió 100 ezer forintos ajánlatot is kaptunk a vázára. Nagyon nagy tapsot értem el, és nagyon köszönjük a felajánlást Hajdú Ákosnak. Nagyon nagy öröm, hogy egy ilyen vázának a tulajdonosai lehetünk, és szeretném megköszönni a három résztvevőnek. Fájó szívvel adom oda egyébként, tényleg, mert hát mégiscsak egy hónapon keresztül velem volt ilyen nehéz időszakokban, úgyhogy hát nagyon szépen köszönjük én is a felajánlást, és akkor hát most mégiscsak odaadom.
van még itt egy személy ma köztünk, aki nagyon nagy szerepet játszott abban, hogy a kapcsolat létrejöjjön köztünk, a Zsolnai Porcelán Manufaktúra, a Royal Diamonds és Edina, valamint a Heiny Pál Gyermekkórház között. Ezt én szeretném megköszönni egy különleges zsolnai eozinból készült vázával, Sztanó Tamásnak, mert ezt ő közvetítette. Áldassék hát a derék publikum, s a költő se maradjon átkozott. És maradjon meg a különös titok, melyet hátha a költészet áthozott. Mert bennem megmarad, míg kiterítnek holtan, hogy mégis-mégis eme royáli boltban egy világszép királynő és egy királyi magyar ékszerész vendége voltam. Köszönöm szépen! Túl az Operencián volt egy gyermekkórház, benne sok-sok kutyagyerek, kikre nem kell póráz. Várna őket játékerdő, játszó rengeteg, mégsem mehetnek sétálni, szervezetük beteg. Született egy csodaváza, s hozzá tündérmese, ezt alkotta a royal herceg és az ő kedvese. Rajta gyémánt, arany, sok-sok bűvös karát, s ráadásként eljött vele sok-sok jó barát. Csodás porcelánból szülőhelye Zsolna, a sok gyermek azt kívánta, bár csak varázsolna. És lássatok csodát, megnyílott a váza, s vele tündérmeség igazi tárháza. Világszép királylány mondott igaz mesét, gyógyuláshoz nyújtva ezzel komoly esélyt. Edina szép marad 100 aranykoron át, nemes célra adta fejét, s a koronát. Kacagástól hangos gyermekek kórháza, köszönjük, hogy jöttél, kedves csodaváza!